Jó estét kívánok a 60 televízió nézőinknek, mai kommentár műsorunkban közelebb hozunk Önökhöz egy kitüntetettet. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, 60 városában pedig ezen a napon az önkormányzat egyik rendelete értelmében a ProKultúra díjat adják át azon személynek, akit a kulturális intézmények vezetői beterjesztenek és erre érdemesnek találnak. Így történt ez 2022-ben is. Az idei év díjazottja Kassa Andrásné Marica, az Ady Endre könyvtár gyermekkönyvtárosa és az intézmény igazgató helyettese. Szia Marica! Szervusz Gábor! Jó napot kívánok! Ja, a beszélgetésünket tegező viszonyba folytatjuk a régi ismerettségre való tekintettel, és fel is ajánlottad, hogy így beszélgessünk. Köszönöm tisztelettel, és engedd meg, hogy gratuláljunk ehhez a szép díjhoz, ami itt van előttünk az asztalon. Azt hiszem, hogy 4 évtized munkája az, amelyet elismertek, és polgármester úr is hangsúlyozta. Milyen volt az a pillanat, amikor egyrészt megtudtad, hogy te vagy a kitüntetett, mert nyilván az igazgatóasszony valamikor mondta, másrészt pedig ez, amikor ilyen felemelő pillanatban részesül az ember, hogy kihívják, és zugott a taps. Azért valljuk meg, hogy a átvétel után azért szinte szűnni nem akaró taps jutalmazta a munkádat, ami beszédes. De akkor az érzésekről viszont te beszélj, mert te élted át. Köszönöm szépen a gratulációt. Hát természetesen egy nagyszerű érzés, felemelő érzés. Amikor az igazgatónő ezt nekem elárulta, természetesen, hogy meglepődtem, hiszen a mindennapok azok, a mindennapok munkái nem úgy telnek, hogy az ember ilyenféle elismerésre gondoljon, de mindenképpen természetesen nagyon jól esik. Amikor magára az ünnepségre sor került, hát akkor én nem szoktam, de azért néhány centivel a föld fölött voltam azon a napon, hiszen ahogy említetted, igazgatói előterjesztés után a kulturális intézmények igazgatóinak egyetértésével, a polgármester úr és a képviselőtestület támogatásával kaptam meg ezt a kitüntetést, és ez maga egy nagyon nagy dolog. Az pedig, hogy a város legelegánsabb kastélytermébe került mindenre sor, egy tökéletesen megszervezett ceremónia kapcsán, hát ez még mind-mind hozzátette a hangulathoz, az érzésekhez a magáit, és ez olyan dolog, amit az ember nem hogy valamennyi ideig, de egész életére eltesz. És ha még mindez nem lett volna elég, hogy megkaptam ezt a ilyen módon, ezt a kitüntetést, akkor utána még következett, hogy nagyon-nagyon sokan gratuláltak ott a helyszínen is, és azóta is. És ez úgy gondolom, hogy egy újabb kitüntetéssel fölér. Ilyen nagyon szép emléktárgyal jár ez a kitüntetés, egy kristály, kidolgozott kristállyal, illetve szép díszoklevéllel, pénzjutalommal, de az természetes, hogy még most is a feldolgozás pillanatait éled, mert igen, látom a megilletődöttséget, és érthető okoknál fogva. Kedves Marica, viszont akkor kicsit tekintsünk bele ebbe a kalendáriumba, jó? Hogy mikor eldönti egy 18 éves nagylány, hogy ő milyen pályát választ, akkor te már rögtön azonnal a könyvtárosi pályát céloztad meg, és az első és egyetlen munkahelyed a 60-i Ady Endre könyvtár. Azért ez is ritka, hogy valaki elmondhatja, hogy az egész életútja, pályája egy intézményhez köthető. Ha már könyvtár, akkor miért könyvtár volt szerelem, és utána pedig miért a gyerekkönyvtárra szűkítetted ezt a fajta szerelmet? Igen, úgy, ahogy említette, 17-18 éves korom táján került elő ez a gondolat. Nyilván megelőző években a könyv és az irodalom szeretet mind ráhangoltak erre a döntésre, és egy beszélgetés után gondoltam arra, hogy ezt a pályát megpróbálom. Hiszen itt lehet, úgy lehet az ember az irodalom és a könyvek között, hogy emberek között is lehet. És akkor felvételiztem Debrecenbe,
és fölvettek. Akkor még felvételit kellett tenni, pedig nagyon nehéz körülmények között indultam el felvételizni, hiszen egy héttel a felvételi előtt édesapámot nagyon súlyos infarktus érte. Annyira súlyos volt, hogy az orvosok nem ismertek semmilyen állapotjelzést mondani azon kívül, hogy életveszélyben van. Hát végül is akkor jó véget ért ez a betegség, de nagyon komoly lelki teher alatt mentem felvételizni, és nem is bántam volna akkor igazán, hogyha nem sikerül abba a bizonytalan érzés halmazba, amiben akkor voltam. De nagyon jó sikerült, különösen a történelem felvételi volt jó. És akkor utána következtek a főiskolai évek Debrecenben. Most is nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem erre a városra, nagyon megszerettem akkor. Most is nagyon komoly. Nagyon szép. És mindig is az volt. Igen. És akkor igyekeztem a kultúrához kerülésnek a lehetséges kínálatából mindig mindent fölvenni, amit csak lehetett. Adéri Múzeum, az egyetem, a Filmmúzeum. Ezek voltak azok az állandó helyszínek, amiken, vagy ahol leginkább megfordultam. Aztán, amikor utolsó előtti évben keresett föl az akkor igazgató Kocsis István, és azt mondta, hogy adódna egy állás az Újhatvani Könyvtárban, egy gyerekkönyvtárosi állás, és gondoljam meg, hogy kijövök-e utolsó évben levelezőre. Hát akkor ez nem is volt kérdés számomra, ez nem volt igazi választás, hanem lehetőség, igen. És akkor az utolsó évet azt levelezőn végeztem. De már a főiskola alatt én úgy gondoltam, hogy az orvosószolgálatban szeretnék leginkább dolgozni. Leginkább a nyugdíjasokkal vagy a gyerekekkel akartam foglalkozni, amennyiben módom lett volna választani. És akkor Pistának a javaslata, vagy a fölkínálása, ez végül is föltette az íra a pontot. Gyerekkönyvtárosként kerültem mindjárt az Újhatvani Könyvtárba, és ott dolgoztam 5 évet az első gyerekem születéséig. Akkor még ott 3-an voltunk könyvtárosok, és olyan élet volt ott, hogy 3-unknak is bőven akadt munka, és nagyon szerettem azt a közeget is. És akkor a kislányom még nem is volt 1 éves sem, mikor ismét megkeresett Kocsis István, és azt mondta, hogy a gyerekkönyvtár vezetője más munkakörben, más munkaterületre megy. Gondolkozzak azon, hogy visszajövök, és akkor próbáljuk meg a gyerekkönyvtár vezetését. És akkor ez ismét így történt. Ott volt segítségnek az egész családom, édesanyámmal az élen. Úgyhogy beleugrottam ebbe a változásba, hogy a kislányom akkor bölcsödébe került, és a gyerekkönyvtár az újonnan hozzáépített 60 Érén utcai épület, az újonnan hozzáépített épületrész beázott, számtalan probléma volt, amibe belecsöppentem, de végül is egyre jobb lett minden, egyre szebb lett a gyerekkönyvtár, egyre többen jöttek oda is, és nagyon jól teltek múltak ott az évek. Gyerekek őszinték, igaz? A gyerekek hát őszinték. Rögtön kapsz visszajelzést, hogy a munkádról van szó. És teltek múltak az évek. Ez azt is hozta magával, hogy változott a technika, az igény. Sokan a számítógépen, az interneten, esetleg letölthető formátumban tekintik meg a könyveket, vagy éppen a mesefilmeket, és viszont mégis kellett egy kertcsináló, amely a gyerekeket becsalogatja az intézménybe, és kapcsolatot tart velük. Arról már ne is beszéljünk, hogy az Ady Endre könyvtár azért megélt egy pár kalandot. Ide költözünk, visszaköltözünk, elköltözünk, összepakolunk, visszapakolunk. Tehát azért ez kemény meló,
nőknek különösen kemény meló, nem tudom hány tonna könyvet megmozgatni oda-vissza, meg hány kötetet, de ebben a változó világban neked föl kellett venni a ritmust. És nyilván ki kellett dolgozni egy pedagógiai módszert, vagy technológiát, hogy hogy tartod az intézményekkel, akár az avicskorúaktól teljesen a gimnáziumig, és milyen programokkal fűszerezed meg mindezt. Most már akkor a kedvenceidről is merlek kérdezni, hogy nyilván fűződnek a nevedhez ilyen módszertani dolgok. Mi volt a kedvenced, és hogyan kezdted el ezt kidolgozni a változó világ ütemével? Hát valóban nagyon sok költözést megértem. A mi könyvtárunk költöztetését is sokszor és sokféle részletekbe, de természetesen részt vettem nagy kedvel és örömmel más könyvtárak, szakszervezeti könyvtárak, a Vasúti Fiók könyvtár dolgaiban is, megszüntetésében és az állományrészek átcsoportosításában. Iskolai könyvtárak átszervezése azokban az években történt. Ott is, abban a munkában is bekapcsolódtam. De hogyha visszatérünk a saját portánkra, akkor Kocsis István egy pályázat révén végül is a könyvtár elnyerte, hogy mi költözhetünk az a volt MSZNP székház épületébe, és ennek az épületnek, ez a jelenlegi könyvtár, ahol most is beépítették, és ennek az egykori épületnek a fokozatos könyvtárá építgetésével teltek az évek, és telt az idő, hogy mindig próbáltuk a lehetőségeknek megfelelően a könyvtárat változtatni egy kicsit az igényeknek, az olvasói igényeknek és a kor igényeinek megfelelően. És hát ez is beletelt néhány évben, És közben természetesen a napi munkát is végeztük. Nekem is megvoltak a magam korszakai a munkás éveim alatt. Kezdetben nagyon-nagyon szerettem a vetélkedőket, nagy csoportos játékokat. Akkor, amikor én kezdtem a pályámat, akkoriban indult a gyerekkönyvtárosi szakmunkának a módszertani összeállítása. Sokat jártunk egymáshoz tapasztalatcserére. Kitűnő volt a megyei könyvtár módszertani munkája. Megyén belül is és megyén túl is utaztunk egymáshoz, és néztük egymás könyvtárát, más foglalkozásait, ki hogyan csinálja. Emlékszem, hogy nekem az első bemutató foglalkozásomra Noszvajon került sor, természetesen teljesen ismeretlen gyerekekkel, de hát végül is azok a gyerekek, akik jönnek a könyvtárba, a gyerekkönyvtárba, hát nyilván néhányat ismerek közülük, de magukat, a csoportokat úgy, mint a pedagógusa nem. Tehát az a helyzet mindig új, amiben a gyerekekkel csöppenünk. Na tehát egymástól szedegettük össze a tudásmorzsákat, a szakmai tudásmorzsáit, és mindenki annyit dolgozott föl ebből, annyit alkalmazott, amennyire az ő tudása, az ő személyisége, az ő környezete, az ő állománya, azok a gyerekek, akik hozzátartoznak, azok milyenek. Úgyhogy szépen mindenkinek kialakult a maga módszere, és ez az igazán jó, mert minden módszer úgy működik, annak a kezében működik, aki igazán tudja használni. És egyikféle megközelítésre alkalmas, másikunk másfélét tud igazán nagyon jól és hatékonyan alkalmazni a gyerekek között. Ugye nagyon sok módszert kell ismernie egy könyvtárosnak, mert ha klasszikus értelemben vesszük ezt a helyzetet, akkor belépünk a könyvtárba, látunk egy íróasztalt, ott ül a könyvtáros néni, és ha kiveszek egy könyvet, oda megyek, olvasójegy, eszmecsere és egyebek. Hát azért ez
éppen hogy csak egy szelet a pizzából, és a hatalmas igen. pizza pedig egy csomó készülés. Mert nem beszéltünk a szavalóversenyekről, a különböző nyári napközikről, a programokról, és az együttműködésről sem. Beszéljünk az együttműködésről. Milyen együttműködése van a Városi Könyvtárnak a gyermekintézményekkel? Természetesen minden iskolát fölkeresek szinte minden tanévben, és az óvodákhoz is bejáratos vagyok. Természetes, hogy nagyon, nagyobb figyelmet kapnak az iskolák, hiszen azok a gyerekek járnak rendszeresen a könyvtárba, akik már önmaguk is tudnak olvasni, tehát az olvasás technikáját elsajátították, el tudták sajátítani. Mindig sikerült megtalálni a segítő partnereket, a közreműködő partnereket, társpartnereket, úti társpartnereket a pedagógusok között. És mindig szívesen dolgoztam, mindig voltak olyan pedagógusok, akikkel nagyon-nagyon szerettem együtt dolgozni, de végül is azt a helyzetet, amit ők kértek, azt mindig közösen oldottuk meg, hogy ők mit szeretnének elérni, hogy látják a gyerekeket, milyen foglalkozás való nekik. Tehát egy beszélgetés, ha máshogy nem, a telefonon át mindig megelőzi a csoportos foglalkozásokat. Most én ugye a jól előbb említettem, hogy pályám elején a vetélkedők és a csoportos foglalkozások jelentették a munkámnak a nagy részét. Természetes, hogy az ember minden napok során egyénileg is beszélget a gyerekekkel, de ahogy telt múlt az idő, és ahogy az ember módszerekbe is, és a könyvismeretbe, főként a könyvismeretbe gyarapodott, úgy fordultak az én foglalkozásaim a kis csoportok és az egyének felé. Hiszen az a legnagyobb titok a mi munkánkban, hogy sikerüljön megfelelő könyvet ajánlani, kínálni a gyereknek, olyan könyvet, amit otthon el is olvas, vagy beleolvas, vagy szívesen hazavisz. És ez nem mindig könnyű, de minden esetben meg lehet oldani. De hát kérdezted, hogy mi minden, amire szívesen emlékszek vissza. Hát mindig arra, amit úgy érzem, hogy jól sikerült megoldani. Tehát mivel a gyerekkönyvtárosi munka nagyon összetett, és az az alapja, hogy hogyan, milyen módon adok élményt a gyerekeknek a könyvek segítségével, hogyan javaslom nekik a régebbi irodalmat, és hogyan mutatom be a mait. Hát bizony, ehhez többféle játék, ötlet is kell, hogy kapcsolódjon, mert a gyerekek között aztán végképp nem lehet csak beszélni, előadást tartani, hanem velük játszani kell. Igen, és gyakorlati játékokkal kell megcsinálni azt, amiről a szóbeli bevezetések azok szólnak. Mert ilyen a legnagyobb szabásúval kezdem akkor. A kiskastélyba kiköltözésünk előtti évben a TÁMOP pályázat egy nagyon nagy szabású pályázati munkája volt a könyvtárnak. Összetett sokféle munka. A gimnazista korúak és főleg az általános iskolás korúak voltak az érintettek. És ebben a játékban kettő játékot szeretnék kiemelni. Az egyik az úgynevezett 100 könyves játékunk, könyvjelző játék volt ennek az illőbb neve, hiszen könyveket jeleztünk. És ennek az összeállítása valóban 100 könyvet takart a mai magyar és a mai külföldi gyerekirodalomról szólt. Azt kívánta a gyerekek, pedagógusok és a szülők figyelmébe ajánlani olyan módon, hogy mindegyikhez rejtvényes feladványokat állítottam össze, azért, hogy legyen kedvük a gyerekeknek elolvasni azt az ismeretlen könyvet, és én a válaszok megadásával észleltem, hogy ők elolvasták, vagy nem olvasták el.
Volt ebbe egy oldalnyi, volt ebbe három oldalnyi rejtvény is könyvenként, és igazán nagyon nagy kedvelés, nagy örömmel állítottam össze. Most ennek a végkifejlete, amikor, tehát ez olyan 240-280 gyerek játszott ezzel a játékkal, és egy szép irodalmi olvastató játéknál ez nem kevés. Mi öröm ezt hallani? Nagyon-nagyon örültem neki, hogy a pedagógusok is szívesen fogadták, és jeleztünk egymásnak, hogy a gyerekek a szünetbe is olvassák az udvaron. Vagy egy ötös iskolába dolgozó kolléganő, akinek nyolcadikos tanítványai voltak, mondta, hogy szünetbe meg kellett hallgatnia annak a fiúnak az élményeit arról a bizonyos könyvről. Tehát ilyen apróságnak tűnő örömmorzsákat adtunk egymásnak, amiből mindenből látszott, hogy helyén van ez a játék. Na most a 201 néhány gyerekből 60-at tudtunk jutalmazni, és 41 néhánnyal pedig Egerbe voltunk kirándulni, még plusz. Most ezért erről szeretnék még egy-két mondatot mondani, hogy maga az eredményhirdetés az már a majdnem üres könyvtárban történt, amikor már ugye el kellett kezdenünk a kiköltözést a cukorgyári kis kastélyba, és mindenhonnan mozdítottuk már a könyveket és a bútorokat, csak az aula volt még elegáns, mi voltába várta a gyerekeket. És megcsináltuk az emelvényt az első három helyezettnek, és tényleg könyvkupacot kapott mind a három díjnyertes, akik legtöbbet olvasták el, legtöbb könyvet. Néhány híján, 2-3 híján 100-at. Az első helyezett, Egyházi Hanna, és játszottam még ott is a gyerekekkel, mert úgy kíváncsi voltam, hogy vajon mi mindenre emlékeznek. És polgármester úr elvállalta nagy örömünkre, hogy a legjobbaknak majd ő átadja az ajándékot, és láttam rajta is az örömet, mikor egy kérdés-felelet játéknál csokis jutalommal csak úgy záporoztak a gyerekek kezei, és jelezték, hogy ők is akarnak még játszani. Na és amikor az eredményhirdetés véget ért, akkor utána mondtam nekik, hogy akkor most 180 fokkal forduljatok meg, mert most egy meglepetés következik. És akkor természetesen nem értették, de hamar kiderült, hogy a terem végébe addigra már alig díszletekkel, de fölállt az ötös iskolás diák színjátszókör, Ambrusné Bakos Anett vezetésével, és egy általa összeállított Lázár Ervin mesesorból adtak elő jeleneteket. És, de hát azt mondanom sem kell, hogy hol könnyeztem, hol nevettem. Tehát ez is valami varázslatos esemény volt. És még egyet, ehhez az időszakhoz, a TÁMOP pályázathoz kapcsolódik. Még gyanútlanul megírtuk 2 évvel azelőtt a pályázatot, és én még akkor is szerettem vetélkedőket játszani a gyerekekkel, és egy könyvhöz kapcsolódó évforduló miatt úgy gondoltam, hogy a Pál utcai fiúk alkalmas lesz egy vetélkedő, könyvből való vetélkedő felhívására, és egy kétfordulós játékot játszottam ötödikesekkel Molnár Ferenc regényéből. És akkor, szintén a ott létünk utolsó napjaiba történt ez, akkor volt a vetélkedő maga, amikor már ismétlen megint csak már kifelé voltunk abból az épületből, és az utolsó jelenetként azt találtam ki, hogy a gyerekek húznak tőlem egy-egy fontos gondolatot, egy-egy fontos szereplő jellegzetes gondolatát a regény során elhangzottak közül.
És azt kértem tőlük, hogy ezt akasszák a nyakukba, megfelelő előkészítés után, és persze segítségemmel, hogy ez csak is jó sikerülhetett, időrendbe álltunk. És azt kértem tőlük, hogy ha lenne kedvük, akkor időrendbe olvassa is föl mindenki a saját gondolatát. Én voltam a Janó a legvégén, és hát nagyon-nagyon jó sikerült. Nagyon jó sikerült, a könnyek ott csillogtak a karzaton levő hát pedagógusok szemében. Igen, hát teljesen. És nagyon örülök, mert mindenkinek úgy láttam, hogy jó élményt jelentettek ezek a közös percek. Kedves Marica, itt az adásunk vége felé közeledünk, és említetted az örömmorzsákat. A legnagyobb örömmorzsa, hogy a könyvtár a új helyén van, a gyermekkönyvtár meg úgy néz ki, hogy szemed gyönyörködtető, nyilván a te fantáziád, szíved, lelked, színválasztásod, koncepciód abban ott megtestesült. Aki még nem látta, annak jó szívvel ajánlom, hogy ne adja ki. De az örömmorzsa ott van az asztalon. Készültél? Igen. Mivel készültél, így záró akkordként? Egy gondolattal készültem. A gyerekkönyvtárnak mindannyian nagyon örülünk, az új gyerekkönyvtárnak. És mikor látjuk a gyerekek tekintetét, és megállnak az ajtóba, és akkor azt mondja, hű, és egy-egy... Nem csak a gyerekek mondják egy-egy, ezt. Igen, egy-egy megjegyzésből, vagy tekintetből is lehet észlelni. Én most ezzel, amit fölírtam magamnak pontosan, csak egy mondatnyi gondolat, szeretnék visszatérni a Magyar Kultúra Napjához. Egy Goethe gondolatot, Johann Wolfgang von Goethe gondolatát szeretném felolvasni. Részben a Magyar Kultúra Napjához, részben az átörökített munkákhoz kapcsolódik, és nekem nagyon sokat jelent. Goethe. Kultúrában születni azt is jelenti, hogy élvezzük az ősök alkotásait. Főként jelentse az utódok kultúrájának előkészítését. Az jól sikerült, azt hiszem. Köszönöm szépen. És hogy a megérdemelt jutalom itt van az asztalon, és a egyik legérdemesebb ember kapta, azt hiszem, ezt mindannyian nyugtázhatjuk. Még egyszer jó szívvel gratulálunk, és nagyon jó egészséget, és további jó munkát kívánunk neked ezen a pályán. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Az elmúlt fél órában Kassa Andrásnét, az Ady Endre Városi Könyvtár gyermekkönyvtár vezetőjét és az intézmény igazgatóhelyettesét hallhatták, aki egyben a 2022-es év Prokultúra díjazottja is. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak, vigyázzanak egymásra és önmagukra is. Viszontlátásra!